Ja. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a CEU Határtalan Tudás sorozata. Én Halmos Máté vagyok, a CEU Szokratész programjának szervezője. Komoly téma a mai, egy krónikus lefolyású mentális betegség, ami világszerte 50 millió embert érint. 2050-re becslések szerint a betegek száma elérheti a 140 milliót. A demencia nem csak a betegek életét határozza meg, hanem családjukét, szeretteikét is. Jelen tudásunk szerint gyógyíthatatlan. Ma este szakértő vendégeinkkel először az egészséges időskori emlékezetet járjuk körül, utána a demencia fajtáit, történetét, orvosi és pszichológiai vonatkozásait, végül beszélünk a demens idősek ellátásáról a gyakorlatban. Első vendégünk Ziegler István, a Természettudományi Kutatóközpont professzor emeritusa. Köszönöm szépen a meghívást. A történet az valamivel több mint 100 évvel ezelőtt kezdődött, amikor az első olyan eljárást, amit intelligencia teszteknek neveznek, ezt elvégezték a legkülönbözőbb életkorú embereknél, és az derült ki, hogy az időseknek az átlagos pontszáma az alacsonyabb, mint a fiataloknak. Az intelligencia teszteknek nevezett eljárások később tovább fejlődtek, és kiderült az, hogy ez a kép árnyaltabb. Vannak olyan területek, ahol nincs nagyobb különbség, ezek főképpen ilyen szóbeli készségeket jelentenek, például abból a szempontból, hogy ha olyan feladatokat adnak, hogy meg kell mondani melléknevek közül, vagy mellékneveknél mik a szinonimák, itt az idősek semmivel se rosszabbak, mint a fiatalok, viszont azoknál az esetek, azoknál a kérdéseknél, ahol gyors válaszokat kell adni, vagy akár gyors szóbeli válaszokat, akár kézzel, valamilyen kézzel adott válaszokat, hogy sokkal rosszabbak az idősek. Későbbiekben ezt a két területet el is nevezték, az egyik területet az kikristályosodott intelligenciának nevezték, ami egy ilyen általános tudást jelent, a másikat pedig folyékony intelligenciának, ami azt jelenti, hogy éppen adott esetben új kapcsolatok kialakítása, ezeknek a használata. Itt mutatkoztak a legjelentősebb életkori különbségek. Na most a pszichológusok a kísérleti laboratóriumokban megpróbálták megnézni azt, hogy tulajdonképpen mi az oka ezeknek a különbségeknek. Ez nem egy annyira egyszerű dolog, mint amire első pillanatban látszik, mert első pillanatban azt mondanánk, hogy jó, vegyünk, mit tudom én, 20 fiatalt, vegyünk 20 idős embert, adjunk nekik ugyanazt a feladatot, és akkor megnézzük, hogy mi a különbség. Csak nem ez történik, szóval nem ilyen egyszerű, mert az idősebbek azok más korban jártak iskolába, mások voltak a szocializációs szokások, mások voltak a táplálkozási szokások. Úgyhogy ha most ezt az összehasonlítást csinálnánk, akkor az idősek azok abban a generációban tartoznak, amiért úgy szoktak mondani, hogy a baby boom generáció, a fiatalok pedig a alfa, beta, most nem tudom milyen, tehát egy egészen más generációba, egészen másképp állnak hozzá ezekhez a feladatokhoz, és ez igen jelentősen megmutatkozik a teljesítményben. Egy nagyon egyszerű példát is tudok erre mondani. Egy svéd városban csináltak egy nagyon nagy mintán vizsgálatot, ahol legkülönbözőbb feladatokat adtak, közte nagyon egyszerűeket, például mondjanak egy percen keresztül olyan szavakat, amik B betűvel kezdődnek. Ha egy ilyen feladatot csináltak, akkor kaptak egy olyan összefüggést, hogy minél idősebbek voltak a résztvevők, annál kevesebbet tudtak mondani. Igen ám, de utána megnézték azt, hogy mi van akkor, hogyha ezeket az adatokat korrigálják az iskolázottsággal, tehát hogy mennyi ideig járt iskolában, meg milyen iskolában, kiegyenesedett. Tehát lehet látni azt, hogy nem olyan egyszerű azokat a vizsgálatokat megcsinálni, amiket ilyen keresztmetszeti vizsgálatoknak neveznek. Egy másik lehetőség az az lenne, hogy az embereket folyamatosan éveken keresztül követik, ezzel megpróbálkoznak nagyon gyakran, nagyon nehéz, mert pont
ahogy mennek előre az életkorban, egyre válogatottabb lesz a minta, tehát egyre inkább kiesnek azok, akiknek valamilyen betegsége van, elköltöznek, és így tovább. Továbbá a kísérleti eszközök is változnak. Úgyhogy ezeket mind ezeket a dolgokat tekintetbe kell venni, hogyha ezeket a látszólag egyszerű összehasonlításokat megcsináljuk. Mindazonáltal kialakult két olyan alapvető különbség, ami a fiatalabbak és az idősebbek között van. Csak hangsúlyozni akarom, hogy most ha létezik ilyen, hogy egészséges idősödés, akkor ez most az egészséges idősökre vonatkozik. Tehát az egyik az, amit úgy szoktunk nevezni, hogy mentális lassulás. Ez valami olyasmit jelent, hogy ha minél bonyolultabb feladatokat kell megoldani, és megnézik azt, hogy ez mennyi ideig tart, annál nagyobb lesz a különbség a fiatalok és az idősek között. Tehát, hogyha például egy ilyen egyszerű feladat van, hogy egy fényre nyomjon meg egy gombot, akkor a különbség az sokkal kisebb, mint hogyha egy olyan feladatot adnak, hogy meg kell tanulni néhány számot, és hogyha egy olyan számot mutatnak, akkor az egyik gombot kell elnyomni, ha nem olyat, akkor a másikat. Ugye ez hosszabb ideig tart, ott már lényegesen megnő a különbség. Na most hogyan lehet egy ilyen adatból valamilyen általános dolgot levonni arra, hogy hogyan alakulnak az életkorban a megismerési folyamatoknak, emlékezetnek, stb. A különbségei? Valami olyasmi van, hogy minél tovább tart egy alapvető folyamat, egyszerre az idegrendszerben párhuzamosan több folyamat játszódik le, tehát minél tovább tart, annál nehezebb ezeket koordinálni, annál több lesz a csúszás, amiből az fog következni, hogy annál jelentősebb mértékben lesz különbség a fiatalok és az idősek között. Ez az egyik tényező. A másik tényező az, amit úgy szoktunk hívni, hogy a gátlási működések hatékonyságának a csökkenése. Ezt eredetileg, aki találta, ez egy hihetetlenül egyszerű kísérletben találta, azt csinálta, hogy két szöveget úgy nyomtattak, hogy az egyik szöveget, így egymásba helyezték a két szöveget, az egyiket álló betűkkel, a másikat pedig dőlt betűkkel, és az illetőknek az volt a feladat, hogy csak az álló betűseket olvassák. Kiderült, hogy lényegesen nehezebb feladat ez az idős embereknek, sokkal jobban zavarta őket a másik betűtípus. Hát ezt azután általánosították, és korszerű vizsgálatokat végeztek ezzel kapcsolatban, és ez egy nagyon alkalmas terület volt arra is, hogy a későbbiekben az idegrendszeri változásokat vizsgálják, tudnélik az ilyen gátlási folyamatoknak az idegrendszeri lokalizációját, ezt viszonylag ismerjük. Na most általában azt akarom mondani, hogy a pszichológiában használt fogalmak, azok köznapi értelemben is használt fogalmak. Mi a laboratóriumban megpróbálunk ezeknek valami finomabb meghatározást adni, aminek az az előnye, hogyha ezt továbbadjuk az idegtudományban dolgozó kollégáknak, akkor ők ezeket jobban tudják használni, jobban tudják azt, hogy ezt itt vizsgálják, ott vizsgálják, így vizsgálják, úgy vizsgálják az idegrendszeren belül. Tehát ez a két folyamatrendszer, vagy két ok, a lassulás, az általános lassulás, és ez a gátlási folyamatoknak a működése, működés csökkenése az, amit általánosan mondunk. Most ugye itt a téma az emlékezet. Az emlékezet vizsgálata az nem egy egyszerű dolog, tudnélik az, hogy önmagában emlékezet, az nagyon nem létezik. Különböző típusai vannak az emlékezetnek, és az emlékezetet különbözőképpen is lehet vizsgálni. Ugye az egyik lehetőség az, hogy azokat a típusú emlékezetek, azt vizsgáljuk, hogy vajon, hogyha szembe jön velem valaki a folyosón, ez vajon egy látogató, vagy a legutóbb felvett PhD hallgató, és akkor vagy jól emlékszem, hogy ez a PhD hallgató, és még ha szerencsé van, akkor a nevére is emlékszem. Tehát ott van a dolog, és akkor ezt fel kell ismerni. A másik lehetőség az, ami már bonyolultabb, hogy nincs ott ez a segédeszköz. Fel kell idéznem azt, hogy ekkor, akkor, amakkor mi történt.
az a tapasztalat, hogy ez utóbbiban lényegesen nagyobb az időskori romlás, tehát a felidézéses emlékezetben. Van egy harmadik típus is, amit a jövőre vonatkozó emlékezetnek szoktuk nevezni. Ez valami olyasmit jelent, hogy az ember tudja, hogy mit tudom én, holnaptán 3 órakor ide kell menni, oda kell menni, amoda kell menni. Érdekes módon azt hisszük, hogy ebben különösen rosszak lesznek az idősek. Valójában az a helyzet, hogyha ennek a helyzetnek a laboratóriumi modelljét vizsgáljuk, akkor ez tényleg így van. Abban az esetben viszont, hogyha a tényleges igazi gyakorlatban nézzük, nincs így. Miért? Az idősek azok a segédeszközöket bátrabban használják, mint a fiatalok. Tehát amit akarok mondani, az az, hogy az emlékezetnek a különböző vonatkozásai, azok egészen másképp viselkednek az életkorral. Van azután az emlékezetnek egy olyan összetevő is, ami azt szoktunk mondani, hogy nem szándékos emlékezet. Hát rengeteg olyan dolog van, amit nem azért van körülöttünk, hogy most éppen megjegyezzük, de valamiképpen bennünk rögződik. Érdekes módon ezek kevésbé szoktak az életkorral csökkenni, tehát az ilyen automatikus megjegyzés, ez is kevésbé csökken az életkorral. Amit meg kell nézni mindig a laboratóriumi vizsgálatoknál, az az, hogy ha valamilyen csökkenést tapasztalunk, akkor ez vajon attól van-e, hogy az első szakaszban, tehát a bevésési szakaszban van-e valamilyen károsodás, vagy pedig abban a szakaszban, amikor fel kell ezt a dolgot idézni, vagy fel kell ismerni. Nagyon fontos az, hogy különbségek vannak a bevésési szakaszban, és az, amit az előbb mondtam, hogy a gátlási működéseknek van egy ilyen életkori csökkenése, ez nagyon sokszor ott mutatkozik meg, abban, hogy az éppen adott dologban szempontjából nem fontos dolgokat, ezeket az idősek kevésbé tudják kiszűrni. Hát én saját tapasztalatomból tudom csak mondani azt, hogy régebben, hogyha valamit dolgoztam, és közben zene szólt, ez inkább javított, mint rontott. Ha még közben a rádióban elkezdtek valamit beszélni, akkor hát ez se rontott, nagyon ezt kibírtam. Most lecsavarom a rádiót ebben az esetben, tehát ez ilyen egyszerű dolgokra gondolok itt. Na most hát ugye nem csak emlékezet van, hanem döntenünk is kell egy csomó esetben. Nagyon érdekes az, hogy az idős embereknél szóródik az, hogy mikor óvatosabbak a döntésben, és mikor éppen kevésbé. Ezt nem lehet általánosan mondani, hiszen nem lehet azt mondani, hogy az idősek óvatosabbak, vagy nem lehet azt mondani, hogy az idősek kevésbé óvatosak. Van, hogy igen, van, hogy nem. Ezeket a dolgokat részletesen érdemes vizsgálni. Tehát ezek azok az alapvető dolgok, amit így a megismerési folyamatokról el szerettem volna mondani. Nagyon érdekesek azok a jelenségek is, hogy ahol nincs teljesítményváltozás az életkorral, nagyon gyakran kimutatható, hogy az idősek és a fiatalok más mechanizmusokkal oldják meg. A kollégáim nemrégiben publikáltak egy olyan kutatást, amiben ezt próbálták modellezni. Képzeljék el azt a helyzetet, hogy valaki mondjuk egy szupermarketben van, és ott ki kell 2 kávé közül választania azt, amit ő éppen ki akar választani, de a többi áru az általában ugyanúgy ott van körbe, tehát az nem változik. Kiderült az, hogyha a környezetben lévő többi áru nem változik, ez a fiataloknál is segít, meg az időseknél is segít, de kiderült az, hogy a fiataloknál ez abban segít, hogy gyorsabban megtalálják, hogy hol van a kávé, az időseknél pedig abban segít, hogy gyorsabban eldönti, hogy a 2 kávé közül, amik ott vannak, most melyiket válassza ki. Tehát a végeredmény ugyanaz, hogyha a környezet állandó, tehát a kontextus állandó, mind a 2 esetben segít, de másképp segít.
Na most van még az emlékezetnek egy olyan vonatkozása, ami nagyon jelentős így az életkori különbségek között, ez pedig az, hogy hát amire mi nekünk emlékezzünk kell, az mindig valamilyen környezetben van, valamilyen forrással együtt. Emlékezzünk-e arra, hogy mi az a forrás, ki az, aki mondta, hol mondták, mint mondták. Ahol ez károsodik, hát nagyon súlyos károsodásai vannak, ez forrás amnéziának nevezik, de nagyon sokan azt az eredményt kapják, hogy a tények azok megmaradnak az időseknél, de az, hogy ezt ki mondta, hogy mondta, mint mondta, ebben jelentősebbek az időskori károsodások. Hát így egészen nagy vonalakban ennyit bevezetésképpen akartam mondani az idős emberek és a fiatalok közötti különbségről. Még egyetlen egyet szeretnék hozzátenni, az, hogy minél idősebbeket vizsgálunk, annál nagyobb az életkorokban a szórás. Tehát ugye az egyik oldalon van az, amikor a jeles Gordonka művész Pablo Casals, amikor megkérdezték, 80 éves volt, hogy miért gyakorol minden nap, azt mondta, hogy azért, mert érzem, hogy fejlődök, és hát sajnos a másik oldal pedig az, amiről a doktornő fog beszélni. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! Második előadás előtt elmondom, hogy az előadás után beszélgetés kezdődik, fél órát fogunk beszélgetni körülbelül, és utána a közönségből is fel tudnak majd tenni kérdéseket, amit kollégám fog segíteni egy mikrofonnal. Következő előadónk Nagy Szilvia, pszichiáter, szakorvos, pszichoterapeuta, és rákanyarodunk a demencia kérdésére. Köszönöm szépen a megtisztelő felkérést. Diákkal segíteném az előadást, és a demencia mindenkinek, ezt a címet adtam neki. Hosszasan töprengtem az előadásra készülve, hogy milyen korú hallgatóság lesz itt jelent, hogy vajon a 60-70 éves korosztály, aki érintett lehet a problémában, vagy az ő gyermekeinek a korosztály, az aktív dolgozó korosztály, a középkorúak, vagy esetleg azok az unokák, akik megkérdezik, hogy a Szenilla nevű halacska miért viselkedik úgy a rajzfilmben, hogy folyamatosan visszakérdez. És arra jutottam, hogy pont emiatt mindenki érintett lehet. Egy pici gondolatjátékot, hogyha nem bánják, vagy nem zavarja önöket, akár be is lehet, akinek van kedve csukni a szemét, csak egy pár percre képzeljük el, hogy milyen lehet demensnek lenni, hogy mit lát, hal vagy érez az az ember, aki ebben a kórképben szenved. Képzeljük el például, hogy állunk valahol az utcán, nagy forgalomban jönnek, mennek idegen emberek, autók, hangzavar van, furcsa szagok, illatok, el vagyunk veszve, nem találunk haza. Vagy váltsunk helyszínt, képzeljük el, hogy egy idős otthonban lakunk, majd Anna Máriáról picit többet mesél, és számunkra ismeretlen, vagy félig ismerős emberek jönnek be, segítenek, tesznek, vesznek körülöttünk, de nem igazán találjuk magunkat. Kicsit olyan, mintha az álom, köszönöm, kinyithatja a szemét, aki becsukta. Illetve próbáljuk meg azt elképzelni, hogy milyen lehet elfelejtve lenni. Tehát milyen lehet az az érzés, hogy van egy szerettünk, aki már nem ismer meg bennünket. És a legfájdalmasabb kérdés szerintem az összes közül, hogy milyen lehet azon elgondolkodni, hogy akár mi magunk is azzá válhatunk, nem tudhatjuk. Különösen azokban a családokban, ahol van genetikai halmozódás, erről majd beszélek. Egyébként visszatérve, hogy milyen lehet demensnek lenni, kicsit úgy képzelem, hogy egy álom és a valóság kicsit ködös mezején mozognak, a múltra nem emlékeznek egészen jól, illetve a régmúltra igen, a közelmúltra kevéssé, a jövőt pedig már nem tudják leképezni, tehát picit olyan, mintha mindig a jelenben lennének, de nem a szó jó értelmében. Miért fontos még a demenciáról beszélnünk? Egyrészt, mint a legtöbb pszichiátriai kórképet, egy stigma övezi, egy megbélyegzettség, ezt szeretnénk feloldani. Mindenképpen célunk a figyelemfelhívás, a társadalom érzékenyítése, és egyben ezzel az előadással is egy ismeretátadás a problémáról. A másik, ami nagyon fontos, hogy idősödő társadalomban élünk, és úgy, ahogy a társadalom idősödik, a testünk is öregszik, ahogy az izületek kopnak, a szövetek veszítenek a rugalmasságából, így az agy is öregszik. Néhány közhelyszerű dolog, de szokták az évszázad betegségének vagy a felejtés művészetének is nevezni, de hogy néhány pozitívumot is mondjak, nagyon jó kezdeményezések születtek, például az Alzheimer kafék, vagy az én szülővárosomban Vácon például néhány hete volt egy séta a Demensekért nevű program, nagyon jó együttműködésben egy idős otthonnal.
úgy, ahogy az október az a nők mellrákjának, illetve a mellrák világ hónapja, a november pedig a prostataráké, így a szeptember a demenciával élőké, és a szeptember 21 a demensek világnapja. Illetve Magyarországon is megalakult a feledékeny emberek hozzátartozóinak a társasága. Egy-két még a kezdeményezésekhez említeném, a demenciabarát építészetet, ez nekem nagyon közel áll hozzám ez a téma. Tavaly volt egy kongresszus egyébként Budapesten, koprodukcióban egy francia, a Lilly Egyetemmel, ahol interdisziplinálisan közelítették meg ezt a témát. Itt olyasmire gondolok, nem csak az akadálymentesítés, hanem apróságok, majd erről még fogunk hallani, hogy mondjuk a padló ne legyen hullámos, mert bizonytalanítja a mozgásukat. Illetve a másik kezdeményezés az óvoda az idősek otthonában. Ez Tokióban indult el 76-ban, de már számtalan helyen létezik, Seattle-ben, Európában is több országban. Ez egy nagyon win-win helyzet, mert az óvodások és az idősek korosztálya nyilván megfelelő szakfelügyelet mellett nagyon nyereség lehet ez mindkét félnek. Kutatások is folynak, például a Speech Gap Test, ez a Szegedi Egyetem nevéhez fűződik, Kálmán János professzor úr munkássága, illetve egyéb technikai dolgok, akár a GPS nyomkövetők is segíthetnek, illetve ezt a napokban olvastam, hogy erről is kutatnak most, hogy a likvorban, tehát az agyvízben is ki tudnak mutatni olyan fehérjéket, ami nagyon korai stádiumban, ezek még kísérleti kutatások, ki lehet mutatni korán a betegséget. És hát megint egy másik szívügyem a filmek témája, felírtam ide néhány filmcímet, és a legutolsó, a Ne felejts, amiről esetleg egy picit majd, ha beszélünk, aminek a készítésében jelen tudtam lenni. Bocsánat. Néhány tény még. Ahogy mondtam, idősödő társadalomról beszélünk, tehát a legfontosabb, hogy az életkor az egy rizikó, és népbetegségről beszélünk. A hatodik, vagy hát most legújabb kutatások szerint a hetedik leggyakoribb halálok. Átlagosan Magyarországon a férfiak 72 évig, a nők 79 évig élnek, tehát több nő ér el magasabb életkort, így több női demens páciensünk van. Magyarországon körülbelül 250 ezer ember érintett, hogyha ezt kiterjesztjük a hozzátartozókra, 1-2-3 hozzátartozót számítva egy páciensre, akkor egy 1 millió emberről beszélünk, ez a lakosság egy tizede. A WHO adatai szerint pedig, ahogy hallottuk, körülbelül 50 millióan betegek. Itt felírtam néhány százalékot, a lényeg, hogy az életkorral nyilván nő az előfordulási gyakoriság, és 90 éves kor felett minden harmadik páciens érintett. Fontos tudni, hogy rontja az életminőséget, és rövidíti, csökkenti az élettartamot, és ami a legfájdalmasabb, amikor hozzátartozókkal is dolgozunk, hogy nem gyógyítható, és a gyógyszeres kezeléssel is csak lassítható. Egy nagyon picit beszélnék csak a történetéről. Már az egyiptomiak is írtak róla idő előtt 3000-ben. Ők időskori állapotromlásként beszéltek róla. Ez csak azért érdekes, mert ott az átlag életkor 28 év volt szemben a mostanival. Pitagorász azt írta, őt azért hoztam csak ide, ő sokkal később írt, ugye, hogy ő szakaszolta az életet, és a legutolsó a szenium korszakban, az elme a csecsemőkorra redukálódik, írta ő. Ez a pszichoterápiás munkásságomban tartom ezt fontosnak, mert ahogy egy pszichés evolúció és revolúció van a személyiségfejlődésben, lényegében a demens páciensek, ami ugye nem azonos a normál idősödéssel, ahogy hallottuk, ott egy nagyon korai korra, tehát hogyha végigjárják az összes stációt, akkor tulajdonképpen egy csecsemő szintjén funkcionálnak sajnos. Sokan írtak még Hippokratész Galénusz, de a másik fontos idézet nekem Shakespeare-től, aki az Ahogy tetszik című művében, idézem, ezt írja. A végső jelenet, mely a cselekvényes mesét bezárja, új gyermekség, a tiszta feledés, fog, szem, tapintat és minden hiány. Itt ezt azért emelem ki, mert az újabb kutatások azt mondják, ugye itt a fog, hogy bizonyos fogágybetegségek és a később, sokkal később kialakult demencia között is találtak összefüggést, érdemes vigyázni a fogainkra, illetve a mondat második fele, ez a tapintat és minden hiány, ez pedig már ugye a szövődményes esetben, vagy a késői stádiumokban személyiségváltozás, indulati problémák, akár agresszív viselkedés, kritikátlanság, ugye a frontotemporális demencia, majd erről beszélünk, tehát hogy van egy ilyen vonatkozása is. És ahonnan számoljuk, vagy tulajdonképpen a diagnózis megszületett, Aloá Alzheimer, ő egy német pszichiáter volt, 1906-ban vizsgált egy August D. nevű nőbeteget, aki fájdalmasan fiatal, 55 éves volt, és a halála után vizsgálta az agyát, ott azt látta, hogy sorba tagykéreg van, ugye mi is ezt látjuk most a képalkotó eljárásokban, koponya CT nem erem, és nagyon különös lerakódásokat talált az agyban, amit mai fogalmaink szerint taufehérjéknek hívunk, vagy neurofibrilláris fonadékok, vagy szenilis plakkok.
És akkor itt el is érkeztünk a fajtáihoz. Azt szoktuk mondani, hogy minden Alzheimer-kor demencia, de nem minden demens szenved Alzheimer-korban. Itt ugye van ez a speciális szövetani elváltozás, és nagyon magas a genetikai halmozódás. A másik az éreredetű, vagy vaszkuláris demenciának hívjuk. Itt ez egy heterogénabb csoport, sok testi betegség előzi meg, mint a cukorbetegség, elhízás, magas vérnyomás, esetleg káros szerek, alkohol, dohányzás, mozgásszegény életmód, viszont itt van megelőzés annyiban, hogy amit magunkért megtehetünk életmódbeli, mediterrán diéta, mozgás, társas kapcsolatok szintjén, ezt lehet késleltetni vagy lassítani. Egy harmadik csoport, még sokféle van egyébként, ez ami a legnehezebben kezelhető és a legtöbb problémát okozza a környezetének is, a paciensnek. Ez a frontotemporális demencia, ami sokszor indul személyiségváltozással, érzékcsalódásokkal és szövődik szorongással, depresszióval, paranoid tünetekkel, és nem annyira jól reagálnak gyógyszeres kezelésre sem. A kivizsgálásról csak nagyon röviden, általában házi orvos találkozik velük először, gyakorlatban pszichiáter és neurológus szakorvos hivatott kezelni a kórképet, ők tudnak, vagy mi tudunk gyógyszert adni. Fontosak, hogy mindenféle testi betegséget zárjunk ki, ezt itt nem is részletezem, legyen labor, a nyakierek vizsgálata, mert a meszesedésből következtethetünk az agyierek állapotára, és koponya CT vagy MR. Ami viszont nagyon fontos, hogy vannak olyan állapotok, amik utánozzák a demencia tüneteit, de mégsem azok, és visszafordíthatóak, például a depressziónak a koncentrációs zavar és egyéb figyelmi problémái, nevezett pseudodemencia jelenség, ez gyógyszerrel vagy pszichoterápiával gyógyítható, visszafordítható. Mindig fontos, hogy kérdezzük ki a hozzátartozókat, hiszen ők ismerték a korábbi életszakaszából a pacienst. Fölírtam itt néhány tesztet, gyakorlatban 2-3-at szoktunk használni, gyorsak, egyszerűek, tudjuk követni a paciens stációit, illetve a gyógyszer beállításban is tudnak segíteni. Tehát lényegében mi is a demencia? Egy folyamatos szellemi leépülés, egy krónikus mentális betegség, neurodegeneratív betegségnek mondjuk, ami érinti a memóriát, azon belül is elsősorban a rövidtávú memóriát. Érdekes módon a korán, gyermekkorban tanult dolgok maradnak meg legtovább, de nagyon komplex a tünettan, az ítéletalkotás, a tanulási képességek, a figyelem, a koncentráció, a komplex cselekvések érintettek. Nagyon érdekes, hogy a beszéd korán elromlik, vagy a tárgyakat is nehéz felismerni. Itt a beszédet csak azért emelném ki, mert a kutatásoknál nem említett, illetve említettem a Speech Gap tesztet a Szegedi Klinikán, ugye ez egy olyan beszédfelismerő szoftver, ami a nagyon korai stádiumban a pici beszédbeli folytonossági megszakadásokat hamarabb észreveszi, mint akár mi magunk. A lefolyás lehet lépcsőzetes vagy folyamatos. Tulajdonképpen egy spektrumról beszélünk. Ezek folyamatosan mennek át egymásba, a lefolyás körülbelül 5 és 10 év közé tenném, függ attól, hogy mikor kapott a páciens diagnózist, illetve milyen kezelésben, ápolásban részesül. A szubjektív kognitív zavar, ez a megélés szintjén jelenik csak meg, itt nincs még tünet, igazi markáns tünet, a tesztek sem jeleznek, de a beteg már megél valamit, vagy a páciens. Az enyhe kognitív zavarban a minimentál teszten már néhány pontvesztés van, nem sok, itt még nem adunk gyógyszert, vagy csak gyógynövénytartalmút, és amikor 27-26 pont alá megy a teszt értéke, és a többi tünet is jelen van, akkor fennáll a demencia diagnózisa. Enyhe, közepes és súlyos stádiumra szoktuk osztani, ez megint egy fokozat, nyilván enyhe állapotban még önállóak, rendezett a küllemük, jól tájékozódnak, pici segítségkel. A középsúlyos állapotban már be kell vonni külső segítséget, vagy nagyobb családi részvételt, vagy házi ápolást, ez szokott lenni az a bizonyos köztes szak, ami az intézményi elhelyezés, vagy az otthonápolás között van. Azt szoktuk mondani, hogy öreg fát nem szerencsés átültetni, mindig traumatikus, amikor intézetbe kerülnek, de ezt nagyon jól elő lehet készíteni. Illetve itt jön majd nekünk segítségként a pszichoterápia, hogy hogyan készítsük fel a családokat arra, hogy ez ne egy bűntudattal terhelt lépés legyen, és hogy azután is nagyon jól tudják ápolni a kapcsolataikat. Hát a súlyos állapot, a folyamat vége, ugye vannak azok a betegek, akik hajlamosak elkóborlásra, 24 órás felügyeletet igényelnek, de a folyamat végén ágyban fekvőek, nem tudnak, vagy nagyon nehezen kommunikálnak, és különféle komplikációk léphetnek fel. A kezelés. Ahogy mondtuk, nem gyógyítható, de a gyógyszeres kezeléssel lassítható, és egy jobb életminőség biztosítható, úgyhogy én ezt szoktam javasolni, hogy vegyék igénybe. Fölírtam néhány készítményt, erre van egy protokoll, hogy melyik stádiumban mit adhatunk, bizonyos időszakban kombinálhatjuk, de nem oldja meg a problémát, és nem fogja a szomorú véget elodázni. A praktikák viszont ezzel sokat tudunk segíteni. Ha egyszerű dolgokra rákérdezünk, hogy például van-e szemüvege a betegnek, jól lát-e, jól hall-e, fizikai kényelme teljesül-e,
kis memoritereket lehet használni, háziápolást igénybe venni. Hogyan kommunikáljunk velük? Mindenképpen a lényeg az, hogy egyszerűen, hangosan, és lehetőleg a konfliktust kerülve. Ugye itt picit az ápolás körül azért nehéz helyzetek adódhatnak, és nem érdemes például egy paranoid téveszmét korrigálni, mert ez mindig a kapcsolat rovására megy. Illetve ezek a nonverbális elemek nagyon sokat tudnak segíteni. Mondok egy egyszerű példát, lehet, hogy a paciens már a tartalmi részét nem érti meg a mondatnak, hogy mondjuk jöjjön velünk enni, de ha kézen fogom, finoman, szeretettel odavezetem, és lát egy megterített asztalt, akkor automatikusan elkezd enni, és mindjárt nincsen konfliktus. Amit a viszonyulásunkra hogyan gondoljunk, hiszen azért sokszor dolgozunk kimerült, kiégett hozzátartozókkal, nem tehet róla, és nincs egyedül, ezt nagyon fontos hangsúlyozni a családokban, illetve hogy valahogy validáljuk azokat az érzéseket, amit átélhet. Picit a gyermekgondozáshoz hasonlít a szóbeli, illetve a beszéd előtti tartományban, hogy egy pici gyerekkel bánunk, ezek a praktikák hasznosak az idős demenseknél is. Nagyon fontos a saját élettérben gondozás, és akkor itt megint utalok a demenciabarát építészetre, hogy ha már el kell helyezni otthonba, fontos, hogyha a saját kis bútorait, képeit, személyes tárgyait magával tudja vinni. Fontos még a gondnokság kérdése, nem kell minden demens beteget gondnokság alá helyezni, de nekik is jár a jogvédelem, és sokszor abúzus áldozatai lehetnek, különösen akik egyedül élnek. Itt a lakásmafia, az unokázós csalók, ilyet sajnos tényleg látunk, úgyhogy ezt igénybe lehet venni. A másik érdekes kérdés jogilag a tájékoztatás joga. Megmondjuk, nem mondjuk, kinek mondjuk, mikor mondjuk, az egész családnak mondjuk, vagy csak a páciensnek, ezek mindig egyedi esetek. Joguk van a tájékoztatáshoz, és mindig az adott szinten kell velük közölni a tényeket. És itt már a pszichoterápia oldalára megyünk egy picit, illetve itt még annyiban visszaugranék, hogy illetve előre, hogy terápiásan nagyon nehéz arra felkészíteni a családot, de fel kell készíteni őket, hogy mi a folyamat vége. Ugye itt egy elővételezett gyász van, tehát úgy gyászolnak, úgy hal meg valaki, hogy még életében veszítik el azt a személyiséget, akit megismertek. Tehát ezekkel az életvégi kérdésekkel foglalkozni kell. Ahogy beszélünk manapság az életminőségről, úgy a halálminőségnek is van létjogosultsága. És fontos az, hogy a maradókban, akik gondoznak, ápolnak, maradjon egy megnyugvás, egy belső érés. És erre hoztam búcsúzóul egy idézetet, szintén az egyik kedvenc filmemből, ahol egy ilyen helyzetben azt mondja a szereplő, idézem, még mindig szükségem lenne egy-egy szavadra, egy tekintetedre, egy gesztusodra, de aztán hirtelen érzem a mozdulataidat az enyémben, felismerlek a szavaimban. Mindazok, akik elmennek, hagynak nekünk magunkból egy darabkát? Ez lenne az emlékezet titka? Mert ha így van, akkor még biztosabbnak érzem magam, mert tudom, hogy soha nem leszek egyedül. Köszönöm. Köszönjük szépen. A beszélgetéshez csatlakozik hozzánk Buda Anna Mária, a Stélo Gábor Evangélikus Szeretetszolgálat intézmény vezetője is. Köszönjük szépen az előadásokat. Az első kérdés Anna Máriához. A gyakorlatban hogy néz ki, amikor valaki intézménybe kerül, hogy lehet mindazt, ami elhangzott, megvalósítani a gyakorlatban? Hát leginkább szeretettel. Hogy ez a mi életünk egy intézmény életben, az egy együttélés. Együtt élünk a klienseinkkel, együtt élünk a lakóinkkal, és a hozzátartozókkal. És ez az együttélés, az fizikailag is azt jelenti, hogy említette doktornő a konfliktus helyzeteket, hogy... És akkor én néhány történetet elmondanék, hogy jobban megértsék, mit jelent együtt élni. Például az a folyosó, ahol az én irodám is van, én rendszerint nyitott ajtónál szoktam dolgozni, és szemben élt velem egyszer egy asszony, és egyszer arra kaptam föl a fejemet, hogy a régi rádiók, amikor csavargatták, és ez a nyekergő hang, és megyek ki, hogy micsoda, hát bemegyek hozzá, és akkor azt láttam, hogy... Boldogan jön hozzám egy pohárral, amiben volt ceruza, fél szemüvegnek a nyele, öntött rá vizet is, mindenfélét, ez ott volt a rádión, és ő tekergette, és hozta nekem, hogy befőzött.
és én kóstoljam meg, amit ő befőzött. Mert a rádiónak a gombjai az volt a gáztűzhely. Ez volt az üveg, belepakolta. Mindennek volt valóság alapja, amit ő csinált, és aztán, hát hogy él vele együtt az ember? Persze, megköszönöm, megkóstolom. Jó, de hát erre nincs már benne szükség, akkor kiveszegettük a dolgokat, és aztán visszapakoltunk mindent a helyére, és megvolt a befőzés. De ezt jelenti, amikor elkezdünk, és ez az empátia is benne, hogy ráhangolódom arra, hogy ő hol tart, és ebből nem lesz a konfliktus, mert ugye abból lett volna konfliktus, hogyha én azt mondom neki, hogy hát tessék ezt abba hagyni, üljünk le, ez nem befőzés, mert teljesen felesleges lett volna, hiszen nem egy nyelvet beszélünk, de hogyha ilyen módon tudunk hozzájuk fordulni, és ez minden stádiumban, igen, vannak azok, akik már nem beszélnek, semmilyen reakció látszólag nincsen, de nagyon érdekes megfigyelni, hogy a simogatásra még reagálnak. Az ember odaül egy kicsit, dudorászik valamit nekik, és akkor úgy látszik az arcukon, hogy hogyan van, vagy azt elfogadni, és ezt a hozzátartozóknak nagyon nehéz szerintem megtapasztalni először, ugye mondjuk, hogy a szem a lélek tükre. És amikor a demens emberekkel beszélünk, akkor látszik az a pillanat, amikor leoltódik a villany. Elveszítjük őket, a tekintetük rám szegeződik, de látszik, hogy nem itt van. És aztán beszélünk tovább, és aztán megint feloltódik a villany, és újra megérkezik. De akkor én nem várhatom azt tőle, hogy arra az 5-10 valahány percre emlékezze, vagy tudja, hogy én hol tartok. Úgyhogy együtt élünk. Szóba került az empátia, és Szilviától kérdezném, hogy pszichoterapeutaként mit lehet arról mondani, hogy milyen módszerekkel lehet demensekkel dolgozni? Hát az ebben a folyamatban nehézség, hogy a demensekkel lényegében igazán jól az enyhe stádiumban lehet dolgozni, értelemszerűen, ahogy vesznek el a funkciók. Úgy szoktam mondani, hogy ahogy elvész a velük való kapcsolat, vagy csökken, egyre hangsúlyosabb a kapcsolat a hozzátartozókkal. Tehát ugye családokat gondozunk. De amit a legfontosabb jelenség szerintem, és ott nagyon ébernek kell lenni, mert ez a demencia paradoxona, tehát hogy valójában a demencia elején tud a legtöbbet a saját állapotáról az érintett, és hogyha elég okos, vagy kíváncsi, vagy tájékozott, akkor 2 perc alatt ki tudja deríteni, vagy lehet tudja képzelni, hogy mi várhat rá. Tehát itt egyrészt ébernek kell lennünk, hogy nehogy egy szuicid, vagy öngyilkos, vagy bármilyen depressziós folyamat vegye kezdetét. Viszont én ezt úgy szoktam átkeretezni, hogy pont itt van létjogosultsága egy okos öngondoskodásnak, hogy akkor tud tervezni, tud akár végrendelkezni, vagy lezáratlan ügyeket elővenni, vagy bármit tenni, amit még meg tud tenni. Úgyhogy az elején ezen van a hangsúly, a gondozás során pedig inkább a hozzátartozók megsegítésén. Jellemző az egyébként, hogy ez a fajta tudatos tervezés része a demensek életének, tehát az, hogy amikor még képesek rá végrendelkeznek, vagy elrendezik a dolgaikat? Szerintem nem, de ez általában ránk jellemző szerintem. Nem szeretünk ezekkel a végső dolgokkal foglalkozni. Főleg a mai társadalom azért mindig azt üzeni, hogy fiatal vagy, szép vagy, nem foglalkozunk ezekkel a végső dolgokkal, és hát helyzetekben vagyunk benne, amiket akkor kell megoldani. És én tényleg biztatok mindenkit, hogy ne is várja meg, szóval, hogy amikor már az ember oda kerül, hogy 50 pluszos, én azt gondolom, hogy kezdjünk el ezekkel a dolgokkal foglalkozni, mert ezt senki nem ússza meg. Születésünkkor ez az egyetlen biztos dolog az életünkben, hogy meg fogunk halni. Hát engem rábeszélt. De én azt szeretném kérdezni, hogy az elhangzottakból az derült ki, hogy a hozzátartozók legalább annyira fontosak ebből az egész szempontból. Van valamilyen speciális módszer, amit kialakítottak, hogy így hogy kell pszichoterapiát csinálni a családtagokkal? Hát
erre nincs egy külön módszer, tehát általában tehát a gyakorlatban ez úgy működik, hogy általában pszichiátriai gondozókban jelentkeznek demenciával élő páciensek. Nagyon ritkán jönnek egyedül, én azt figyeltem meg, tehát általában a család nyomására érkeznek, és mivel már több év eltelik, ahogy mondtam ott a spektrumban, a szubjektív, meg az enyhe szakaszok után, tehát általában az enyhe és a középsúlyos elején szoktak megjelenni, általában már kimerült családtagokkal, esetleg egy elhelyezési igénnyel, tehát egy csomó évet elveszítünk ilyen szempontból, ahol lehetne előre gondolkodni. De egyébként a családterápiás szemlélet nagyon sokat segít, tehát hogy feltérképezni egy családnak a működését, hogy hogy vannak a koalíciók, mi a főkönyv, ki kihez lojális, milyen szerepek vannak, ki milyen szerepet veszít el azzal, hogyha mondjuk az egyik szülő demens lesz, kire hárulnak a ápolási feladatok, milyen konfliktus szül ez adott esetben a felek között. Tehát a családterápiás szemlélet ez nagyon sokat segít. Én a pszichoanalitikus módszerben dolgozom, így néhány egyszerű fogalom is segít. Sokszor a pszichoedukáció segít a legtöbbet, hogy elmondjuk a tényeket, a jelenségekre picit jobban elmagyarázzuk a lényegét, és felkészítjük őket. Tehát egy szupportálás is van. Még az hozzátettem, hogy nagyon sokszor én úgy élem meg, hogy amikor hozzánk jönnek és kérelmezés történik, az majdnem egy családterápiás ülés. Hogy a stigmatizálódással, a szégyennel mit kezdünk, azzal, hogy megismer, nem ismer meg, engem igen, de a tesómat nem, szabad-e, de hát mi látogattuk négyszer egy nap, hát akkor most miért nem, és akkor igen, ott is zajlik egy kis pszichoedukáció, illetve most mi elkezdtünk hozzátartozói csoportokat szervezni, ahol nem is mi szakemberek, hanem mi egyházi intézményként nálunk dolgoznak lelkészek, és szerencsére nekünk olyan lelkészeink vannak, akiknek van mentálhigiénés végzettségük is, és ők szoktak ilyen önsegítő jellegű csoportokat, ahol azt tudják megtapasztalni a hozzátartozók, hogy neki is pont ugyanolyan nehézsége van, és lehet erről beszélgetni, és hát ez sokszor csak ventilálás, de az is jól esik az embernek. Persze. Ez picit az Alzheimer kafék utáni, vagy egy film megnézés utáni együttbeszélgetés, hogy nincs jó megoldás, de ugyanabban vagyunk, és megosztjuk azt a nehézséget, hogy együtt elhordozzuk talán. Igen. Istvántól kérdezném, hogy az átlagembert érdekli az emlékezet? Úgy képzelném, hogyha az emberek tartanak mondjuk a demenciától, akkor kíváncsiak arra, hogy milyen kutatási eredmények vannak, vagy ez hogy fordítódik le az ő életükre? Ezt én nem tudom megmondani, de egy biztos, hogy aki nem demens és idős ember, azok is hihetetlen gyakran panaszkodnak az emlékezetükre. Na most ez egy nagyon érdekes dolog, hogy nagyon sokszor kiderül, hogy nem is romlik annyit az emlékezetük, mint amennyire, ha Istenem nem jut eszembe annak a neve, akkor a fiatal az elmegy mellette, az idősnek meg ez egy probléma. Úristen, nem kezdődik el nálam valamilyen folyamat. Tehát van egy ilyen vonatkozása is ennek a dolognak. Hát annyira foglalkoznak az emberek az emlékezettel, amennyire más pszichológiai jelenségekkel foglalkoznak. Magyarán szólva, mivel nagyon alacsony a pszichológiai képzés, nem nagyon. Mi az, amit érdemes lenne? Tehát, hogy van-e olyan, nyilván itt is megosztottál mások minden, de vannak-e más olyan fogalmak, amire úgy gondolsz, hogy fontos lenne, hogy az emberek a hétköznapokban ismerjenek, használjanak? Hát általában egy elemi pszichológiai képzettség lenne az, ami... Tehát, hogy az emlékezés az nem csak abból áll, hogy most visszaemlékszem dolgokra, hanem abból is, ahogy megjegyzem, abból is, ami történik a között, amikor megjegyeztem, és a között, amikor azt fel kell ismerni, vagy felidézni. Ugye e között, a két szakasz között az idegrendszer dolgozik, sémákba rakja, összerakja más dolgokkal, tehát ezekkel. És ezek viszont még érdekes dolgok is. Szóba kerültek az okos megoldások a padlóval kapcsolatban, a tárgyakkal, amik körülvesznek minket. Vannak még ilyen dolgok, amiket esetleg akár egy intézményben, akár otthon megtehet egy család, hogy segítse a demens hozzátartozón?
Hát itt az jut eszembe, itt a lakások kapcsán ezt szoktuk mondani, hogy például az a beteg, aki hajlamos elkuborolni, de még otthon van. Tehát pont ez a köztes állapot, hogy már el kéne helyezni, de még vár valamelyik intézményre, még nem írták alá a papírokat, tehát még várakozás van, és mi van, ha elmegy otthonról, elkuborol, stb. Hogy például egy előszobát úgy megoldani, hogy függönyözzék le az ajtót, tegyék el az esernyőt, nem tudom, azokat a tárgyakat, ami felhívják a figyelmét, hogy ott ki lehet menni. Nyilván zárjuk az ajtót, meg nem maradjanak felügyelet nélkül tartósan, de lehet hónapokat nyerni ilyen praktikákkal, amik picit terelik a figyelmét. De ezek még egy intézményben is fontosak, mert ugye az elkóborlás meg általában nálunk szokott már jelentkezni, de vigyázni kell, mert nagyon ügyesek az idősek, hogy például volt olyan hölgy, akinek nagyon ügyesen kitaláltuk, hogy úgy tereljük a figyelmét, hogy ilyen könyves polcszerű tapétát tettünk az ajtóra. Hát kereste a könyvet. Úgyhogy tettünk oda egy kis könyves polcot is valódi könyvekkel, mert hogy a demenciában nagyon fontos az, hogy mindennek van alapja, amit ők kezdeményeznek, mondanak, amitől félnek, ami szorongás. Szóval, hogy a paranoid késztetések mögött is valóságok vannak, ahol ha valaki mindenütt hangyákat lát, és az nem hangya, hiszen neki volt hangya élménye, látott ilyet. Az, hogy ő most már nem úgy látja mélységben, attól az még ott van. Hát mindenre relevánsan kell, de nem lehet úgy csinálni, bocsánat, ha szabad ilyen helyen mondani, hogy nem hülyék, csak demensek. És ezért nagy tisztelettel kell feléjük lenni, és hogyha ez a tisztelet megvan, akkor tudjuk felfedezni mögötte, hogy van a mögött relevancia. Említette doktornő az étkezést. Például az étkezésnél, vaszkuláris demenciáknál oda lehet figyelni, hogy panaszkodnak a hozzátartozók, hogy alig eszik. És akkor kiderül, hogy mindig a tányér egyik feléről eszi csak meg a dolgot. Hogy akkor az egy trükk, hogy megfordítom, mert nem látja. Mert már az a látótér kiesik. És ha megfordítom neki, akkor meg tudja enni azt a részt is. Vagy például, hogyha hófehér, gyönyörűen megterítünk hófehér porcelánnal, beletesszük mondjuk a spárgakrém, majdnem fehér levest. Nem biztos, hogy fogja érzékelni, hogy abban van étel. Akkor egy kis piros paprikával megszórjuk, hogy legyen színe, és akkor egyből lesz az étel. Vagy bármi, ami kiemeli nekik, ha fehér abrosszal terítünk a születésnapi közös családi ebédnél, nekik tegyünk alá egy piros szalvétát a tányér és a terítő közé, mert az ki fogja emelni a kontraszt. És mindig abba kell valahogy gondolkodni a villanykapcsolónál, hogy egyértelmű legyen, egyértelmű színek legyenek. Nem jó a perzsaszőnyeg, az már ilyenkor nem jó a szép mintás perzsaszőnyeg, de az egyszínű, Benetton színű, kevés mintás, az jó lehet letakarni például azokat a fényes területeket, amiről mesélt doktornő, mert az félelmet kelthet, hogy leesik. Ő már luknak látja. Hát igazából kérte doktornő, hogy képzeljük el, hogy milyen lehet. Egy kicsit olyan, mint az olyan fénykép, ami rosszul van fókuszálva. Biztos volt már az az élményünk, hogy le akartunk fényképezni valami közelít, és akkor fókusznál, csak azért is mindig a háta mögötti rész jött be, nem az, amit én akartam. Na, ez egy kicsit olyan, vagy elmosódnak a kontúrok, és akkor ebben kell valahogy eligazodni, meg nekünk is segíteni eligazodni, holott mi nem látjuk azt pontosan, amit ő lát. Magyarországon van olyan kezdeményezés, ami itt említésre került, hogy diákokkal, esetleg óvodásokkal élnek együtt, tehát hogy valami olyan otthon létezik Magyarországon, ahol ilyesmivel próbálkoznak? Hát nekünk van családi bölcsödénk, nem kimondottan az idősek otthonában, hanem az egyik Piriscsabai telepeinkön, de élnek ott idős fogyatékosok. És egyébként azt én tudom mondani, hogy amikor egy intézményben, mi nálunk 600 ellátott van, abból a 600-ból fele idős, annak a arányainak megfelelően demens, másik fele pedig súlyos, halmozottan fogyatékos, sérült ember.
és amikor a családi bölcsödeink lettek, az az egész szervezetnek olyan levegővétel volt, 28 kisgyerekről beszélek, Pilis Csabán két csoport, meg Dobason két csoport, de már a dolgozók is azáltal, hogy tudják, hogy vannak a kicsinyeink, és ettől boldogabbak. És ott igenis van találkozás, hát ott motoroznak, ahol sétálgatnak az idős fogyatékosok, meg kerekesszékesek. Más lett, tehát ugye más berendezések, a kert megváltozott, ez mind frissít. És ezek nagyon jó, ugye, ahol tudnak is úgy találkozni, ugye itt nagyon nehéz nekünk a kommunikáció, hiszen mire a gyerekek beszélni tudnak, már elmennek, de ott, ahol például lehet ilyen, hogy nagymamaként mesélnek a gyerekeknek, vagy a gyerekek földolgozzák azokat a történeteket. Én Angliából tudok ilyen programot, ahol a fiataloknak mesélnek az idősek, a fiatalok pedig színdarab vagy filmformájában feldolgozzák, illetve a Győri Evangélikus Szeretetház és az ottani gimnázium között ott volt egy hasonló program, ott bábelőadást csináltak a fiatalok az idősek történeteiből. Szóba került, hogy a demencia valamiféle visszatérésben végződik a gyerekkorhoz, de szokták ezt mondani általában az időskorról. Istvántól kérdezni, hogy van-e ilyen kutatás, vagy pszichológusként mit lehet erről mondani, hogy van-e ilyen akár a gyerekkori emlékeknek a felélénkülése, vagy valamiféle más visszatérés? Hát, ha valaki nem demes, nem tér vissza. Ez az másmilyen egy idős ember, mint egy csecsemő. Szóval, hát persze, az idős emberek szeretnek gondolkozni azon, mi volt, amikor fiatalok voltak is. De van egy-két érdekes dolog ezzel kapcsolatban. Például az idős emberek jobban megjegyzik a pozitív, a kellemes dolgokat, mint a fiatalok. Ez egy nagyon érdekes jelenség. Sokféleképpen meg lehet magyarázni, de ez tény. Viszont, hogyha már nálam van a szó, akkor egy egész más. Mekkora a kapacitása a magyar ellátórendszernek ahhoz képest, ahány embert el kellene látni? Erről van valamilyen adat? Kevés. Kicsi. És különösen vidéken. Vidéken vannak nagy problémák, hiszen sokkal nagyobb, ugye elmondtad, hogy a statisztika szerint mennyi a demens, és hogy igazából azért az, hogy családok otthon ellássák őket, azért az nagyon megterhelő, hiszen mindenki dolgozik, és az ő gyerekeik is még nem mentek nyugdíjba, vagy van unoka, vagy egyebek, úgyhogy én úgy gondolom, hogyha Magyarországon jelenleg megdupláznák a jelenlegi kapacitásokat, az körülbelül lefedni azt az igényt, ami most van. Én úgy gondolom, hogy azt ki lehet mondani, hogy minden egy férőhelyre átlagosan 30-40 ember várakozik. Elképesztő számok, és akkor ezek szerint vidéken sokkal nagyobb a gond, mint... Én úgy gondolom, hogy igen, én most a héten voltam Tolna megyében, és Tolna megyében ott a, nem tudom ki ismerő, Simon tornya, Nagy Székely, valamilyen Szokoly, nem jut eszembe, tehát ez egy fél Tolna megyéni terület, és ott összesen kettő darab idős ellátás, itt bentlakásos idős ellátás van, és a kettő együtt azt hiszem 150 fő létszámú. Mindez ugye azt jelenti, hogy akkor a hozzátartozók azok, akik ebben az esetben ha esetleg 24 órás ellátásra van szükség, ők kénytelenek ezt, vagy ők próbálják ezt valahogy biztosítani. A gyakorlatban, kérdezem kettőtöktől, hogy néz ez ki? Gyakran kiégnek a hozzátartozók? Milyen lelki állapotban van az, aki évek óta mondjuk a demens szülei tápolja? Hát, ugye aki elkerül hozzám, az többnyire már valamilyen panasszal él, úgyhogy igen, de ezt érdemes legalizálni, ezt az érzést, tehát, hogy sokszor bűntudat is terheli, vagy nagyon sokáig húzzák ezt a folyamatot, hogy egyáltalán segítséget kérjenek, mert szégyellik, mert úgy gondolják, hogy ugye eltérő családokban eltérő idős gondozási tradíciók vannak, és valahogy sok család azt hozza, hogy ciki otthonba adni, az olyan, mintha úgy bedugnánk oda, úgy pedig nem, hogy a mi dolgunk lenne, de pont ez a logikátlanság benne, hogy ez egy aktív dolgozó korosztály, akik még gyerekeket is nevelnek, dolgoznak is, plusz el is kéne látni az időst, amit egyébként meg lehet oldani egy bizonyos stádiumig. De amikor már pelenkázni kell, vagy nehogy Isten infúzió kell, vagy
vagy dekubitus matraccal bíró ágy, vagy most mondok olyanokat, ami már intézményhez kötött, azt nem tudja otthon, vagy nagyon nagy nehézségek árán egy család biztosítani. És itt szokott segíteni az, hogyha mi orvosként vagy külsősként belépünk, vagy rámutatunk arra a pontra, vagy felkészítjük őket, hogy majd, nem tudom, kezdjenek el gondolkozni azon, kezdjenek el nézelődni, hogy van-e. Tehát, hogy egy pici időt is hagyjunk a rákészülésre, de igen, simán lehet depressziós, szorongásos, csomóféle tünetüke mentén. Illetve attól is függ, és ez már kicsit a pszichoterápia területe, hogy milyen volt korábban a kapcsolatuk. És sokszor azt látom, hogy egy nehezebb szülő-gyerek kapcsolatban nehezebb az ápolás is, mert sok sérelem kerül a felszínre, ugye egyre fogynak a demens tartalmi rész jelenlétei az ő kapcsolódásukba, egyre többet kell tenni a hozzátartozónak, és már nincs, nem, tehát csökken az esélye, hogy rendezzék azt a valamit. Úgyhogy ezek szoktak a nehezebb esetek lenni. Én még egy picit visszalépnék. Szóval én azt mondom, minden tiszteletem azoknak, akik otthon ezt bevállalják. De azért egy gyógyszerbeadást, amikor már megkapják a gyógyszert, a gyógyszerbeadást kontrollálni, hogy ember legyen az a talpán, aki gyógyszerbeadási időben ott tud mindig lenni, reggel, délbe, este, tudja ellenőrizni, ez tényleg le is nyelődik, az a gyógyszer, vagy a kukába köt ki, vagy itt-ott, az étkezéseknek a felügyelete, hogy azok az ételek, amit odahordunk, valóban meg is evődnek, mert hogy nagyon sok demens ember, és különösen itt azok a magasan szocializált emberek, azokat a rutin, az a procedurális memória, ugye amikor a folyamatok jobban megmaradnak még, tehát például van olyan hölgy, aki bejön úgy hozzánk, hogy a család két napig kereste, és ilyen rettenetes állapotban megtalálják, és amikor odalépek hozzá, így köszönök, hogy szervusz drágám, hogy vagy? Hát, hogy az az udvariassági rutin, az még visszajön, és csodálatosan tudják elhitetni, hogy mennyire, és mi el is hisszük, hogy ez jól működik. Hát van olyan néni, aki fél évig elhitette a családjával, hogy ő köszöni, bevásárol, minden tök jól van. Kiderült, hogy minden nap ugyanabban az edényben ugyanazt a három tojást megfőzi, mert a boltban, ahol állandóan tudta, hogy hol a tojás, az az egy, azt meg tudta venni, és ugyanazt az edényt nem rakta el. És a család azt mondta, tök, hát a néni főz magának, és eszik. Hogy ezeket viszont, ezekkel az odaszaladunk fél órára, 10 percre, ezt nem lehet kontrollálni. Igen. Szóba került sokszor a kommunikáció. Mik azok a kommunikációs eszközök még, amivel lehet azt segíteni, hogy megmaradjon minél tovább és minél mélyebben a kommunikáció, mondjuk a családtagok, vagy akár az ápolók és a demens ápoltak között? Amit, és ez picit az István kérdésére is válasz, hogy azt nem mondtam, hogy nagyon jók a mentális stimulációk vagy tréningek, illetve ami nagyon fontos, ez az életút áttekintés. Tehát ugye az a szerencsés, hogyha van egy jó koherens narratíva a fejünkben a saját életünkről, és azzal, hogy családtagokkal vagy akár a kezelőorvossal átnéznek régi fotókat, videókat, és picit úgy visszamegyünk az időbe, ahol ő még emlékszik, és tud érdembe kapcsolódni, azok a... Úgy szokták mondani, hogy az érzelmileg hangsúlyosabb környezetben rögzült memóriaelemek jobban felidéződnek később is. Tehát magyarul a jó időszakokat, régi karácsonyokat, nem tudom, bármit végignézünk, jó érzést is kelt, nyugodtabb érzelmi állapotukban jobban működik a memória, és tehát azért a napi hullámzás, itt talán el is felejtettem mondani, de a középsős állapot végén van ez a naplemente tünet, hogy biztos látjátok ott a nap végére, nagyon kifáradnak, nagyon zavartak lesznek, egész mást tünettant hoznak, mint a nap elején egy alvásból ébredve, frissen, sztereotíp válaszokkal úgy tűnik, hogy nagyon jól vannak, hát az estére nagyon el tud múlni. Tehát ilyen videók, beszélgetés, sokszor nem baj, picit szólítsuk meg őket is, akkor is, ha tudjuk, hogy nem ért minden, de érezze azt, hogy ő be van múlva, attól már megnyugszanak. Nagyon érdekes ez a meddig, meg hova, meg a családtagokkal való kapcsolat. Tehát a konfliktusok valóban ilyenkor felerősödnek, hogyha rendezetlen ügyek voltak a családban, hiszen a kommunikáció nem tud olyan harmonikus lenni, hogyha jön velem szembe az anyám, akivel sose voltam jóba, és azt mondja, hogy de megloptatok, hát
onnan nagyon nehéz harmonikus, kedves párbeszédet folytatni, és ez igen felerősödik. Láttam már olyat, hogy egy hozzátartozónak a látogatása abból áll, hogy dresszul, próbálja tanítani. De teljesen felesleges, tehát ezeket el kell felejteni. Sokkal jobb, ha ülünk és nézzük néma csöndben a faleveleknek a mozgását, és elképzelhető, hogy akkor lesz egy kezdeményezés az anyám, apám részéről, mert valami eszébe fog jutni a múltból a falevél mozgásáról. És akkor már megnyertem azt az 5 percet, 10 percet, amit lehetett. Illetve nagyon érdekes ez a múltba való visszamenés is, hogy igen, hogy meddig, hogy mikortól mondja azt, hogy ez nem én vagyok. Például a fürdőszobákban gyakran megijednek saját maguktól. Akkor érdemes letakarni a tükröt, hogy ne lássa, hiszen ez nem ő. De van olyan, hogy a múltbeli fénykép se segít, mert arra meg már nem emlékszik. Úgyhogy ez egy nagyon fontos, illetve a hozzátartozóknak én nagyon ajánlom, hogy amikor szokták mondani, hogy jaj, hogy nem kérdeztük meg a papát, meg a mamát erről, és meghalt, és milyen kár. Azért is meg kell kérdezni, mert ez fog segíteni a későbbi gondozásba. Amikor pontosan tudjuk az életútját, hogy amikor ő 6-kor el akar indulni etetni a budapesti panelház 10. emeletéről, akkor nekünk jó, ha tudjuk, hogy ő gyerekkorában ez feladata volt. És akkor lehet azt mondani, hogy hát már megetettünk, vagy más etetett, vagy most épp nincs állatunk, mert levágtuk a disznót múlt héten, majd csak egy hónap múlva veszünk. De ezt nem tudjuk, akkor jön az, hogy de mama, hát hova akar már maga megint menni? Szóba került a korai diagnózis fontossága azért is, mert hogy lassítható a kezeléssel. A lefolyás mit lehet tenni azért, hogy minél korábban megszülessen ez a diagnózis? Mit kell észbe tartani a családtagoknak? Hát itt lényegében csak a vizsgálat a kérdés, hogy akkor hamarabb menni. Tehát ha jól értem, akkor nem a megelőzésre gondolsz. Akár megelőzés is kérdés. Aha. Hogyan előzzük meg, és hogyan érjük el, hogy minél hamarabb diagnosztizálva legyen? Hát a megelőzés, azt tulajdonképpen nincs specifikus megelőzés. Ahogy mondtam, az Alzheimer-kornál különösen nincs, mert ott nagyobb a genetikai hajlam. A vaszkulárisnál annyiban van, de ez nem csak a demenciát előzi meg, hanem minden mást is, hogy vigyázzunk magunkra, ne hízzunk el, ne fogyasszunk sok alkoholt, ne dohányozzunk. Tehát olyan, ami úgymond a testnek a karbantartását szolgálja. De egy-két dolgot azért ki szoktunk emelni, hogy például a könnyű mozgás, tehát nem kell itt ilyen nagyon, nem tudom, futásra gondolni, egy nordic walking, egy séta, egy könnyű túra, mediterrán diéta, ezt talán említettem, hogy nagyon, tehát hogy gyakran enni keveset, és nem nehéz ételeket, elegendő alvás, ugye az alvászavart is összeszokták kapcsolni, de az ugye lehet a depressziónak is a részjelenség, hogy az is bizonyos összefüggésben van a demencia kialakulásával, ennyit. Tehát specifikus megelőzése nincs. És egyébként pedig, hogyha milyen tünetek esetén érdemes elmenni ilyen vizsgálatra, vagy a diagnózisra próbálok rákérdezni, hogy milyen esetben javasolja a családoknak, hogy keressék fel a nagymamával, nagypapával az orvosi rendelőn? Hát ha már a páciens jelez valamit, ugye ez már lehet ez a szubjektív időszak a spektrum eleje, az enyhe kognitív zavarnál, hogy ezek a tesztek el is érhetőek egyébként, tehát mondjuk nem szeretjük, ha a család megcsinálja előre, mert akkor lehet, hogy emlékszik, de hogy egy súlyosabb demens már nem fog emlékezni sajnos, pedig nagyon egyszerű kérdések vannak, de hát mondok inkább élő példát, mondjuk megváltozik a kézírás, a mozgás. Sokszor társul Parkinsonnal, nem mindig, de lehetnek a nagy mozgásba vagy a finom mozgásba is eltérések. Vagy mondjuk a nagymama nagyon jól főzött, de az a süti már nem olyan, valahogy az arányokat már nem találja el, de tudja, hogy hanyadika van, minden tud, de ez változott. Vagy a nagypapa nem úgy barkácsol. Ezek lehetnek gyanújelek, és akkor érdemes. Illetve figyelni kell, hogy nem csak a nagymama, meg a nagypapa, hanem a férjem és a feleségem, és az anyám és az apám, hogy most már egyre koraibb korban jelentkezik, és a filmek között nem volt felsorolva, de én ajánlom az Egyre távolabb című filmet, ami egy északi, egy svéd és egy fiatal, viszonylag fiatal nőnek a dementálódásáról szól, és például ott nagyon jól ez a intézményi rideg, nagyon professzionális közegben is, hogy lehet az emberséget megőrizni, és, és ez jól kívül, hogy egyre távolabb megy, egyre távolabb a világtól, és hogy figyeljünk a
kortársainkra is. Én csak egyet szeretnék hozzátenni, amit a doktornő elmondott, életmód, étkezés, stb. Ezt ugyanígy érdemes betartani a nem demens időseknél is. Igen, és én erre annyira megerősíteném, hogy nekünk van olyan 95 éves lakónk, aki minden reggel kimegy, mi a Hűvösvölgyben van az egyik helyünk, kimegy oda az erdőbe, sétál, visszajön, és amikor hazajön, és még ez reggel 7 óra, amikor ő már visszajön, és akkor ott a kertben még valamit csinál, akkor vele lehet még operákról és irodalomról beszélgetni, miközben ő kertészkedik hajnalban. Szóba került a súlyosabb a stádiumokban, vagy a későbbi stádiumokban ez a kikapcsol, visszakapcsol a lámpa, talán ez a metafora volt, ami elhangzott. Hogy néz ez ki a gyakorlatban? Hogy néz ki, amikor az ápolók megpróbálnak ezzel? Mit tehetnek ezzel az ápolók? Hát minél derűsebbek. A humor és a jókedv az mindig nagyon segít. Azok az egyszerű kezdeményezések, és ezt akár hozzátartozó ápol, akár egy professzionális ápoló. De amikor bemegyek a szobába, köszönök, reggel van, hétfő van, ilyen, tehát, hogy valamennyi időt. They work. They work. Okay, good evening, everyone. Welcome in Budapest. Welcome at CU. My name is Barbara Grabowska-Moros. I'm a postdoc research fellow here at CUDI at Rule of Law Work Group. And today we're going to spend the next one and almost half hour discussing a very basic question. What the democracy rule of law is and is not. It's a part of the series called Revisiting Key Concepts in the Study of Democracy and the Rule of Law, co-organized by two work groups of CUDI, Re and De-Democratization and Rule of Law Working Groups. Today, discussion will be moderated by Joël Grogan, senior research at UK in Changing Europe at King's College London, but also research fellow here at CU. DI, also academic co-director of our new project Rule of Law Clinic. Today's panelists are Terry Lynn Carl, affiliated previously with Harvard University, Stanford University. Her recent on extreme inequalities as a state capture discusses the lessons from the Latin America dealing with the rule of law and democratic backsliding. She's currently working on war crimes, human rights issues as an investigator, expert witness for several judicial systems. Our second speaker is Martin Krieger. He's a Gordon Samuels Professor of Law and Social Theory at Sydney University and also senior research fellow here at CUDI. He published extensively on the rule of law and main challenges, and he was recently working on anti-constitutional populism. And finally, Philip Schmitter, he was also affiliated with University of Chicago, European University Institute, and he was also a lecturer here at CU in Budapest. His recent work on emerging euro polity deals with also with the consolidation of democracy in the southern and eastern Europe. As I mentioned, the discussion between our today's guest is going to be moderated by Joël, so I think we have at least 45-50 minutes for a discussion between the panelists, and then I guess we're going to open the floor for a Q&A, so please enjoy. Thank you. So hello everyone. So intimidated am I to be in the presence of such august giants of democracy and the rule of law.
that I lost my voice this morning. So the very, very good news is that I'll be speaking as little as I possibly and physically can. But to give you a brief introduction, we'll have 10-minute interventions from each of our wonderful speakers. Then I'll lead some initial questions, which I've always wanted to ask. And then we'll open it up to the floor. So on that squeaky note, I'd like to pass the floor over to, I think, Philippe is going to be kicking us off. Well, thank you all for being here. It's always a pleasure to be back in this institution, even if it's a somewhat downsized compared to what I remember from the past. This all began with a telephone call to Terry from, of all places, the United States Department of State. They had acquired in the early 1980s a responsibility for, quote, promoting democracy. So USAID, instead of being focused on economic development, suddenly found itself into the democracy promotion business. The problem was, Terry had written several critical articles on what a mess they were making of Central America, so that was why it was addressed to her. But the problem was that, they admitted, was that their people didn't know what democracy was. They knew only what the United States was about, and telling, I don't know, Guatemala or El Salvador, or for that matter later on Eastern European countries, that to become democratic you have to copy the United States, because that was kind of the under, it wasn't working. Right? It was pretty clear that American institutions were not, let's say, necessarily the model of, or the generic descriptor of what democracy was, or even, or certainly should be like. So we wrote an article called What Democracy Is and Is Not for the State Department. As far as I can tell, I think Terry agrees with this, is it had no effect whatsoever. So, but it got published, and it's been cited a lot among academics, but as far as we know, the USAID didn't even read it as far as, but anyway, if they did, it made no difference in what they were doing. Anyway, we defined democracy in a somewhat radically different way, namely as a function or as a process rather than a set of institutions. The implication being that what was important was, so to speak, the core process that was implied by democracy, and not, and that that process could be fulfilled by a considerable variety of different institutions. So we started out, I'm trying to remember it off the top of my head, but it's something like, democracy is a regime or a form of government in which citizens, we had a footnote to define what we meant by citizens, but obviously persons with equal political rights, had the capacity to act collectively to ensure the accountability of their rulers. Is this it? Mm-hmm. I think so. Not quite. You added too many new things to it, okay. Damn it. Okay. So, and then we added something which, in a sense, spoiled the functional definition, because we then added a subclause with the, or through the cooperation and competition of their representatives. Now, what we were doing was radically, or reflecting, the radical change that liberalism made in the nature of democracy. So beginning in the end of the 1700s and especially 1800s, into part of the 1900s, democracy was radically redesigned, so to speak. And it was redesigned for two reasons. One was clearly that the size of the political unit was getting larger. So originally, for a long time, hundreds of years, nobody believed democracy was an appropriate form of government for anything other than, I don't know, a Greek city-state, a Swiss mountain canton, or an Icelandic island or something, and that was it. So anything larger than that, democracy was in. So it had to be reinvented
with the creation of Spain, France, Germany, later, you know, much larger political units. And the other change, of course, was the emergence of industrial capitalism, and in particular the kind of class conflicts and the capacity for collective action that was emerging out of this new transformation of how work and capital was accumulated. So those were the two, and liberalism then was the main instrument or the ideological formula for doing so. My main theme these days is a kind of rerun. No telephone call this time, but I was not telephoned by the president of the European Commission, but what my present project is, and I understand that they're available to you, Lapsi says that they're available. I've been writing essays on the democratization of the European Union. And here, in a sense, it's a rerun. I think I mentioned that somewhere. I hope this takes less time than it took liberalism to transform it from the 17th to the 19th century. But still, namely, there are two major changes that are affecting the performance, or even the credibility, for that matter, of a democracy. The one is, the short term is globalization, of course. So that the national limits and the national framework within which democracy or liberal democracy was designed is no longer there, so to speak. Almost all national states now engage in commerce and investment and human mobility, etc., between units. So the idea of a self-sufficient, self-contained national state as the basis, that was one of the main assumptions of liberalism. That's just not true anymore. So we have to think about it. And the European Union, of course, is perhaps the most important response to that kind of change. And the other one, of course, is the radical shift in the nature of capitalism from industrial to finance capital, and the fact that the center of accumulation and also the basis for eventual taxation, et cetera, has radically changed from a fixed place with concentrations of human beings and fixed assets to assets which are, in many cases, utterly unknowable or move around with incredible velocity. So liberalism, then, is the core. The problem of contemporary democracy is not democracy, it's liberalism. It's the and of course the core of liberalism was that second thing that I added to the generic definition, the functionalist one, namely representation. So if there is a center piece to the current crisis of democracy, it's the lack of credibility or the prestige or whatever you want to call it. And of course behind that, it, most importantly, our political parties. We still, of course, have lots of representative institutions and civil society, social movements, interest groups, etc. But even some of them are suffering, particularly trade unions, for example. Csak azért, mert hogy ő korosztálybeli, és akkor lehet ezeket a tudásokat hasznosítani. Vagy van egy nénink, aki tanárnő volt, és örömmel szervez ilyen játék délutánokat. És akkor azt használja, azt a képességét, ami ott volt. Van-e még a közönségbe kérdés? Két kérdésem van a professzor úrhoz. Említetted, hogy az idősek, idősebbek, azok segédeszközt használnak, ezért néha jobban emlékezetük. Amikor segédeszközt használok, akkor vajon nem romlik egyébként a emlékezetem, hogy használtam. Egyszerű példát mondok, én mondjuk a mobiltelefon korszak előtt nagyon sok telefonszámot tudtam, ma senkit nem tudom természetesen, mert ott van. És ehhez kapcsolódik egyébként az a igen egyszerű kérdés is, hogy tud-e arról valamit a modern kutatás, hogy miért felejtünk egyáltalán? Miért felejtünk? Hiszen azok az információk ott vannak. Miért nem elfáradnak a neurotranszmitterek? Vagy mi történik? Erről a képalkotó aljánsok mondanak erről valamit?
Tudunk erről valamit? Köszönöm, két kérdésed volt. Az egyik az, hogy segédeszközök használata az ront-e? Szerintem nem ront. Annyi mindent kell megjegyezni, történetesen most ezt nem fogjuk. Megjegyzünk 25 millió egyéb dolgot, tehát azt nem hiszem, hogy attól, hogy most csak a saját telefonszámomat tudom általában, ettől bármiféle romlás lenne. Hogy miért felejtünk? Nagyon jó, hogy felejtünk. Szóval, ha bennünk lenne mindaz a mennyiségű információ, amit beveszünk az érzékszerveinken keresztül, akkor ez egy káosz lenne. Tehát már az egész működésünk arra irányul, hogy valami rendet csináljunk a bejövő dolgok között. Tehát a pszichológusoknak az egyik kedvenc módszere az, amikor értelmetlen ábrákat mutatnak, és akkor meg kell mondani, mit lát benne a beteg, vagy a nem beteg, tehát akiknek mutogatják. Hát miért? Mert ez egy elemi működésünk, hogy megpróbálunk valamiben rendet teremteni. Hát ez a felejtésnek az egyik vonatkozása. Hát azután, hogy az idegrendszeri hálózatokban mi történik időskorban, ez egy nagyon izgalmas kérdés. Ugye ma a hálózatkutatások korát éljük, és azt ténylegesen ki lehet mutatni neurofiziológiai módszerekkel, hogy ezek a hálózatok sajnos átrendeződnek időskorban, sokkal jobban elveszik a specificitásukat, szóval szétmásznak ezek a kapcsolatok, hát ez is hozzájárul a felejtéshez. Hátul volt egy kérdés. Jó napot kívánok! Én visszatérnék a betegség megállapításához, vagy legalábbis a felismeréséhez, hogyan lehetne még jobban teljesen közeli hozzá, mondjuk a férjem kapcsán, hogy tudnám én rávenni bármire is, hogy elmenjünk pszichiáterhez, ha ő úgy érzi, hogy ő nem beteg, nem felejt, ez egy szokványos dolog, ez, mit tudom én, együtt jár. Hallottam ilyesmit, hogy a 12. kerületben valamilyen tesztkering, demencia teszt van kipróbálás alatt, nem tudom, rádióban hallottam, nem tudok többet róla. Tehát elérhető-e civilnek, úgyhogy orvoshoz kellene külön fordulni, valamilyen módszer, vagy esetleg a koponya CT egy korai stádiumot kimutat-e? Több kérdés hangzott el. Tehát az első, hát arra nem nagyon van praktika, hogy hogyan eljuttatni. Én azt szoktam mondani, amikor a hozzátartozó keres meg minket hasonló kérdésre, hogy nem neki van baja, csak az, akinek van, az nem akar eljönni. Én azt szoktam mondani, hogy ha esetleg a házi orvossal van már egy folyamatában lévő kapcsolat, és ott őt valahogy be lehet úgy cserkészni a házi orvost, hogy segítsen szakorvoshoz eljutni, az szokott működni. A másik kérdés, hogy nagyon egyszerűek ezek a tesztek, illetve sokféle teszt van, vannak külön, tehát hogy amikor valami, azt itt nem említettem, de mondjuk MAVI tesztet, az csak klinikai szakpszichológus végezhet, például egy jogosítvány elbírálása esetén, és ezt nem is a pszichiáter szakorvos dönti, hanem a házi orvos. De az egyszerű teszteket, amiket a napi rutinban használunk, hogy egyáltalán elkülönítsük a sima feledékenységet a demenciától, például a minimentál teszt, vagy az órarajz teszt, ezeket az interneten el lehet érni. Tehát ha az a kérdés, hogy ön szeretne tájékozódni erről, és hajlandó vagy a kedves férje ezt megcsinálni, akkor ott el lehet indulni, le is van írva, hogy lehet kiértékelni a tesztet. Úgyhogy én ezt javasolnám első körbe. Én még azt szoktam ilyenkor mondani, mert sajnos a pszichiátria az egy ilyen stigmatizált szakma, és oda nem szeretünk menni, és a neurológia, én szoktam mondani, igen, hogy a az neurológusnál oda szívesebben mennek az emberek, és a diagnózisban a neurológusok is benne tudnak lenni, és akkor ott már lehet egy differenciál diagnosztikát csinálni, és lehet, hogy oda szívesebben el fog menni a férje, de a házi orvos az mindenképpen egy kulcsfigura.
És egyébként ezt talán a előadásban is hangsúlyoztam, hogy viszont csak a pszichiáter és csak a neurológus írhat specifikus gyógyszert, és ezekre nincs is szakorvosi javaslat. Egy csomó gyógyszert, pszichiátriai gyógyszert is ki tudunk úgymond szervezni a házi orvoshoz, de ezeket pont nem, tehát ezek elég specifikusak, de a neurológus is fel tudja írni, tehát ott is lehet gondozni. Azt kérdezném mindenkitől, hogy van-e akár az emlékezésről általában, akár a demenciáról olyan tévhit, amit fontos lenne eloszlatni, valami, amit az emberek gondolnak, de nem úgy van, és jobb lenne, hogyha tudnák, hogy hogy van valójában. Hát, egészséges, szóval nem tudom, ez egy olyan furcsa fogalom, ez az egészséges öregedés, mert az ember nem tudja, hogy létezik-e vagy sem, de beszélünk róla. Szóval nekem az a problémám, hogy mit kezdünk az egészséges idősekkel egy bizonyos idő után? Valahogy olyan funkciótlanná válnak az idős emberek. Lehet, hogy ez téves, de ez még inkább férfiakra hatványozottan áll, és valahogy ez nincs megoldva. Ezt nem látom. Hát a másik dolog pedig van egy olyan fogalom, ami pozitívan van az elkönyvelve az idősekkel kapcsolatban, ez a bölcsesség. Na, erről is egyszer érdemes lenne beszélni, mert itt meg az a közhit, hogy az idősek bölcsebbek, mint a fiatalok. Nagyon kérdéses. Mi alapján? Vagy erre van kutatás, vagy a saját megfigyelés? Persze, hogy van kutatás. Megpróbálják definiálni a hogy mi a bölcsesség. Bölcsességnél azt szokták mondani, hogy az élet komplikált dolgaiban való tanácsadásnak van egy ilyen képessége. De most ugye itt az a helyzet, hogy minél gyorsabban változik a társadalom, annál kevésbé relevánsak a régebbi dolgok, a régebbi ismeretek. Úgyhogy valóban az van, hogy ami a felhalmozott tudás, azaz, ami legkevésbé romlik. Erről azt hiszem pár szót én mondtam. Na most akkor, amikor hosszú volt az állandó periódus, akkor ez nagyon fontos volt. Abban az esetben, hogyha ez írtógyorsan változik, akkor ez sokkal kevésbé lesz lényeges. Úgyhogy itt vannak ilyen problémák az empirikus kutatások eredményeiben is. Sajnos. Van a demenciával kapcsolatban olyan tévhit, amit eloszlatna valamelyikőtön? Én inkább az élettel kapcsolatban, hogy sokszor azt gondoljuk, hogy meg lehet úszni. Nem lehet megúszni. Nem lehet megúszni a fájdalmat, az elszakadást és a könnyet. És szerintem a demencia ezt üzeni mindannyiunknak, hogy hosszabb időt kapok arra, hogy elköszönjek, hogy az előrevételezett gyászt megéljem, vagy sokszor szoktuk arra, hogy mi a jobb egy hirtelen halál, és nem nincs szenvedés, vagy ott is van, mert ott meg nem lehet rá felkészülni. Vagy így, vagy úgy, de az életet nem lehet megúszni. És a bölcsességet sem úgy tűnik hiába. Mondanak ellent a kutatásra. Én is ehhez a gondolatkorhoz kapcsolódnék, hogy azt tapasztalom, hogy bár én egy javuló pszichológiai kultúrát látok, tehát nagyon sokan szeretnének önismereti célra a pszichoterápiát igénybe venni, és én az önismeretet fognám meg ebből a szempontból, hogyha de ezt általában középkorú vagy idősebb emberekkel jutunk el ilyen felismerésre, hogy igen, elfogadják a dolgok végességét, vagy a dolgok árnyoldalát, és hogy annak fényében lehessen értékelni azt, ami fiatalon adottnak tűnik, azt hisszük, hogy jár, és hogy akkor értékelődnek, veszteségek kellenek ahhoz, hogy ezeket így jobban tudjuk visszamenőleg értékelni. Illetve még nekem így a reziliencia jutott eszembe, hogy meg az, hogy milyen egy személyiség, hogy változóan öregednek már emberek. Én látok bölcset, látok nem bölcset, mindenfélét, hogy valahogy fiatalon tesszük le azokat, vagy középkorúként azokat az alapokat, és nem csak a testünk vonatkozásában, amiről itt szó volt, hanem így a lelki életünk szempontjából is. Úgyhogy én az önismeretet mondanám, hogy azt hajrá. Egy legutolsó közönségbeli kérdésre van időnk, hogyha valaki még.
Jó estét! Az lenne a kérdésem, hogy a demencia lefolyásáról vagy kialakulásáról volt szó, hogy létezik-e olyan, hogy egyik pillanatról a másikra, vagy hogy ez egy nagyon hirtelen folyamat? Nem. Tehát vannak nagyon-nagyon ritka ez, amit ön említ. Egy-kettőt láttam én így a praxisban, de az nem demencia valójában, hanem egy ilyen diszociatív zavarnak egy fúzió, vagy ilyen többféle elnevezése van, de azt biztosan mondanám, hogy nem az a fajta demencia, amiről mi itt beszéltünk. Köszönöm. És akkor egy utolsó utáni kérdés, mert ez nagyon rövid volt itt elő. Köszönöm. Olyan kérdésem van, hogy a demens páciensek között végeztek-e olyan kutatást, hogy vércsoport, genetika, DNS, hogy milyen a képalkotó eljárás, hogy ki eshet ebbe bele? Milyen embertípus eshet bele? Van erre kutatás? Hogy ki készülhet, hogy lehet erre felkészülni? Hát a kutatások... Még én, mint fiatal vagy középkorú, vagy a családban volt beteg, hogy ki eshet ebbe bele? Szerintem mindenki. Igen, azt hallottam, hogy genetika. Mindenki. De mindenki. Azon kívül, hogy van-e olyan, ami... Köszönjük szépen. Akkor nincs. De mindenki. Lesz válasz, csak köszönjük a kérdést. Hát, hogy ez mindenkit érinthet. Igen, mindenki. Tehát erre nincs úgymond jó válasz, hogy egy bizonyos faktort. Tehát itt említettem, hogy vannak kezdeményezések a korai diagnózis alkotásra, de ennyire korán nem lehet felismerni. Úgyhogy erre nincs válasz ilyen szempontból. Ez az, amit én mondtam, hogy nem lehet megúszni, és aki nem demens lesz, bocsánat, hogy cinikus leszek, vagy cinikusnak tűnök, az rákos lesz, vagy szívésérrendszer. És amit mondott István, ez az egészséges öregedésről lehet-e gondolkodni. Hiszen nekem volt egy öreg nagynéném, akivel együtt laktam, és ő így mondta, ő egy nagyon vakis volt, süket volt, járni se tudott, de a humora az megvolt, és ő mindig azt mondta, hogy na, ma is lett egy új öregkori ajándékom, és először nem ért, és mondta, hogy hát most már eddig csak a bal kezem fájt, most már a jobb kezem is fáj. És akkor mindig ezt mondta, hogy öregkori ajándék. Na most még annyit tennék hozzá, hogy az öregedéssel és a demenciával kapcsolatos idegtudományos kutatások, hát ez egy óriási téma, és hát itt kutatók ezrei dolgoznak ezen. Abban az intézetben, ahol például én dolgozom, ott is vannak ilyen kutatások. Ide rakhatnánk még egy széket, ahova odaülhetne egy idegkutató, és az is elmondhatná, hogy mindent tud. Tehát ez egy óriási kutatási terület. Az a baj, hogy egyelőre az van, amiről itt szó volt, hogy gyógyítani nem tudjuk, javítani, elhúzni azt. Hol tud esetleg utána nézni az, akit kicsit részletesebben érdekel, mondjuk utána nézni annak, hogy milyen tünetekre kell odafigyelni, milyen tünetek esetén érdemes orvoshoz fordulni, mert sokakban él talán egy szorongás, hogy ha a szülei között előfordult, akkor nála is előfordulhat. Hát hirtelen van egy, vagy lehet, nem tudom, hogy most régen néztem rá, hogy felejtek.hu van például egy ilyen oldal, de szerintem, hogy csak simán beírjuk, hogy demencia, rengeteg anyag jön ki, és akkor el lehet indulni. Tehát sok hozzáférhető anyag van, sok füzetkering kézen közön, amit mi szoktunk adni pácienseknek, egyszerű tájékoztató füzetek akár. Úgyhogy rendelőkben mindenképpen. És nem sokára film is lesz, mint megtudtuk, a címe még egyszer. Ne felejts! Ne felejts! Köszönjük szépen a részvevőinknek, és köszönjük a közönségnek, hogy itt voltak, itt voltatok. Találkozunk legközelebb decemberben a Facebookon és a honlapon. Fogjátok tudni elérni a következő adás témáját és pontos időpontját. Nagy tapsot szeretnék kérni az előadóknak. Köszönjük, hogy jöttetek!